Jó estét kívánok, kedves nézőink! Sajnos sok esetben nem tudható, hogy melyik embertársunkat fogja baleset érni, aki ezáltal kerül bajba. Ha ez minden esetben előre látható és kiszámítható lenne, akkor a baj is elkerülhető lenne, de ez nem így van. Visszatérve a realitás talajára, nagyon sokat jelent egy bajba jutott ember életében, ha nem marad egyedül a bajban. Ha számíthat a családjára, a szeretteire, és ezen felül számíthat olyan emberek, szervezetek támogatására is, akik igyekeznek enyhíteni a bajokhozta megpróbáltatásokat. Társabajban. A társabajban egyesület megszületésének egy célja volt, és van ma is. Segítséget nyújtani a rászorulóknak, azaz társ lenni a bajban. Mai műsorunk vendége Barta Zoltán, a Társabajban Egyesület alapítója, elnöke, aki többek között a kitűzött célokról, az eddig elért eredményekről és a további tervekről kérdezem. Jó estét kívánok, üdvözöllek itt a stúdióban. Jó estét. Megint egy olyan témát érintünk, ami nem előre látható minden ember számára, sönös, benne van az esélye, hogy bármikor olyan e helyzetbe tud kerülni, ami nem várt pozitív következményekkel jár. Első kérdésem az lenne felét, hogy kiszámítható-e, hogy mikor és kikerülhet bajba Magának a baleset szónak a definíciójában már benne szerepelnek a hirtelen, váratlan, véletlen szavak. Ebből adódóan nem lehet megmondani, hogy mit, mikor és hol fog baleset érni. Valamennyien potenciális baleseti áldozatok lehetünk, hiszen nem tudjuk, amikor reggel kilépünk a, a házunk, lakásunk ajtaján, hogy baleset áldozatai leszünk-e, vagy szerencsésen megúsztuk éppen azt a napot. Egyébként, ha Magyarországot tekintjük és veszük alapul, sok embert érint baj egy adott tárgyévet, illetve ez majd egy külön műsor témája lesz, de mi a szakmádatókat illető tapasztalat? Két területről van pontos statisztika vezetve Magyarországon, az egyik a munkahelyi balesetek, másik pedig a közúti közlekedési balesetek. Ha ezt a két statisztikai számot összevetjük, akkor nagyságrendileg 50 ezer személyi sérüléssel járó balesetről tudnak ezek a statisztikák, Amely egy elég nagy szám. Ameddig mi itt beszélgetünk, addig is minimum két ember kerül majd orvosi ellátásra szorulóan személyisérülés miatt kórházba vagy éppen baleseti ügyeletre. Akár mint magánember, akár mint egy biztosítással és biztonsággal foglalkozó szakember, hogyan látod? Sokan vannak kiszolgáltatva, mások ember júndalutára, sokan kell, hogy számítsanak más emberek segítségére. Hogyan látod ezt a kérdést? Nyilván valamikor valaki egy baleset részese lesz, az kétféleképpen történhet meg. Megtörténhet úgy, hogy saját maga okozza a balesetet magának, tehát egy előre végig nem gondolt, vagy hirtelen, vagy rossz mozdulat következményeképpen vagy egy tényleg egy szerencsétlen szituáció miatt kerül baleseti helyzetbe, másik pedig, amikor véletlenül vesz részt egy olyan helyzetben, ahol ő vétlen áldozatként kerül bele a balesetbe. Ez lehet éppen közlekedési, vagy munkai, vagy egy közúti, vagy egy közterületen elszenvedett baleset is. Tehát nagyon fontos ezt a kettőt külön választanunk. Igazából egyikre sem lehet felkészülni, mind a kettő ugyanazon következményekkel jár, de mégis a. Abban az esetben, amikor vétlen károsoltként szenvedünk el egy balesetet, vannak bizonyos lehetőségeink, hogy kártérítést kérjünk. Míg a saját hibás baleseteknél csak a saját magunk által korábban felelős magatartás módjára megkötött egyéb öngondoskodásokra számíthatunk. Egyébként a bajba jutott embereknek a kiszolgáltatottsága többféle módon tud megmutatkozni. Hogyan látod, mint szakember, milyen megnyilvánulási formái vannak a kiszolgáltatottságnak egy bajba jutott ember számára? Ez a, a kiszolgáltatottság nem is biztos, hogy a legjobb ö, szó erre. Nyilván a, ezeknek az embereknek ö, minden területen ö, szakértői, szakmai segítségre van szüksége. Ugyanúgy, ahogy egy baleset is sérültet, nyilván a mentők azok nem a a belgyógyászatra fognak vinni, hanem a sürgősségi baleseti osztályra, ahol baleseti sebészek fogják ellátni. E, nyilván így, hogyha egy olyan kártérítési érdekvédelmi segítségre van szükség egy baleseti sérültnek, akkor praktikus olyan e, jogvédelmet kérnie, ahol olyan szakemberekkel találkozhat, akik kizárólag ilyen baleseti személyi sérültes ügyekkel foglalkoznak, e, és a napi munkájuk során nem ingatlanadásvételekkel, cégbejegyzésekkel, vagy éppen válóperekkel. Megvannak ennek a területnek is a tehát nagyon fontos, hogy mint a, az egészségügyi ellátásban a szakemberhez megyünk, itt is szakmai szakember segítségét vegyük egyébként. Igényben. Magyarországon mennyire jár ez még gyermekcipőben az a fajta gondolkodás, amit ti is képviseltek az Egyesületben? Itt az előbbi kérdésemet illetve arra gondoltam, hogy az embereknek a kiszolgáltatottság adott esetben egy baleset mértékétől függően is változhat, mert lehet, hogy átmeneti időszakról van, szó, szóval mondjuk egy lábtörés esetén, de egy egy... egy, egy egy lebénulás esetén, mondjuk egy tartós rokkantság, járó balesetet esetén teljesen más a kiszolgáltatottságnak az időintervalluma és a, a szintje is. Hogy ti hogyan látjátok ezt Magyarországon, milyen mértékű az a, az, a, az a gondolkodó és az a gondoskodó magatartás, amit ti is képviseltek? Vagy ez, ez új keletű dolog -e egyáltalán? Az a fajta magatartás, amit mi képviselünk, az egyedül mi képviseljük pillanatnyilag. Tehát mi azt mondjuk, hogy <kül> Már attól a pillanattól kezdve el kell gondolkoznunk egy baleset bekövetkezésének a lehetőségét, amikor felkelünk és kilépünk az utcára. Tehát itt kezdődik már az Egyesület feladata, hogy azt a fajta társadalmi tudatformálást, felelős gondolkodást elültesse az emberek fejében, hogy igenis nem vagyunk szupermenek, nem biztos, hogy el tudunk kerülni egy véletlen, váratlan baleseti szituációt, de bizonyos dolgokkal fel tudunk készülni, hogy a nem várt következményeket és mondjuk az anyagi következményeket valamilyen szinten tompítani tudjuk. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos feladat az Egyesületnek. Másik, amikor már ne adj Isten, bekövetkezett egy baleseti szituáció, akkor viszont hozzánk fordulhatnak díjmentes tanácsadásért, elmondjuk számukra, hogy a, abban a baleseti szituációban milyen lehetőségek állnak a rendelkezése, amennyiben a baleseti helyzet megkívánja, akkor jogi segítséget is fogunk tudni nyújtani külsős biztosítási szakjogász partnereinken keresztül, és a folyamat még itt nem ér véget, hiszen sajnos, ahogy beszéltel, vannak olyan emberek, akik komolyabb balesetből adódóan hosszabb rehabilitációra számíthatnak, adott esetben éppen egy egész életmódváltás, vagy egy karrier kettétörés is előfordulhat egy-egy baleset kapcsán. Itt pedig az Egyesületünk különböző átképzésekkel, oktatásokkal, rehabilitációs segítséggel, gyógyászati segédeszköz próbál ezen baleseti sérültek segítségére lenni. Említetted azt a szót, hogy tudatosság, és a Ne legyen műsornak az, alapíl, az egyik alapillére a nézőpontváltás, a tudatossá válás, pontosan annak érdekében, hogy a meggondolatlan cselekményeket végrehajtó személlyel vagy személyekkel szemben is meg tudjuk önmagunkat védeni. Hogyan látod a magyar társadalmat, mennyire gondolkodik tudatosan a magyar társadalom? Mennyire fontos az a nézőpontváltás, ami eredményeként adott esetben elkerülhetővé válnak nem kívánatos cselekmények és azok következményei? Hát ezt e, két oldalról közelítsük meg ezt a kérdést. E, egyrészt, hogy tudatosan gondolkozunk, -e, tehát megfelelő, felelős gondolkodással rendelkeznek -e az emberek Magyarországon? Gondolnak-e arra, hogy nagy Isten velük is megtörténhet? Ne felejtsen el szabad. Felelősség hogy látod ezt a kérdést a magyar társadalmat illetően? Gyerekcipőbe jár ez a kérdés, félváról veszek az emberek, vagy pedig tapasztalható az egyénekből társadalmi szinten a felelősség teljes gondolkodás? Hát elég, ha csak a felelősségről vagy a felelősségvállalásról egy apró pici példát mondanom nem telik el úgy nap, hogy a, a legnépszerűbb közösségi portálon ne találkozzak egy olyan fotóval, vagy egy olyan kéréssel, hogy itt és itt parkoltam, egy autó arra járt, meghúzta az autómat, letörte a tükrömet, aki látta, segítsen, mert elment a helyszínről. Tehát itt már megmutatkozik az a fajta felelősség nem vállalás, hogy az emberek egy ilyen, mondhatja hogy bagatel ügyér, ahol igazából a gépermű felelősség biztosításuk helytárna, már ilyenkor sem akarják a felelősséget vállalni, és inkább inkább hátraadják a helyszínt, távoznak, ezzel rengeteg problémát okozva vannak, akinek kárt okoztak. Tehát a felelősségvállalás már itt is megmutatkozik, hogy, hogy igazából nincs az emberekben, meg tisztelet persze a kivételnek. Ugyanez igaz, ha azt nézzük, hogy az emberek mennyire gondolkoznak felelősen egy váratlanul bekövetkezhető baleset esetén. Ha megnézzük, erre szintén van egy statisztikai szám, Magyarország lakossága 9,8 millió fő. Nagyságrendileg 800 ezer baleset biztosítás van a Magyarországon, ez az emberek kevesebb, mint 10 a ami balesetbiztosítással rendelkezik. Ez nagyon alacsony szám. Ha egy kicsit elmegyünk balra, vagy jobbra a szomszédunk felé, Ausztriában 6 millió lakosra 5,8 millió balesetbiztosítás jut. Tehát itt óriási lemaradásban vagyunk, és az azt gondolom, hogy nem elsődlegesen anyagi kérdés, hanem egy szemlélet, egy felelős gondolkodás kérdése, hiszen ma már akár pár ezer forintért is lehetne igaz, nagyon alacsony szolgáltatású balesetbiztosítást vásárolni, de már valamit megtehetnénk annak érdekében, hogy legyen valamiféle fedezetünk egy ilyen nem várt baleset esetén. Visszatérve a tudatosság kérdésére, hogyan látod, hogy mennyire fontos az a nézőpontváltás, az a fajta gondolkodásmódbeli változtatás, ami eredményeként adott esetben egy meggondolatlan embertársunk cselekedetét is el tudjuk kerülni. Nem beszélve a tudatos, rossz emberekről, ugye, akik ugye adott esetben bűncselekményeket kívánnak elkövetni bármelyik embertársunk, akár a sajátunk ő, sérelmére. De mennyire tartott fontosnak, hogy ez bekövetkezzen az emberi tudatosságban lévő változtatás? Én ezt nagyon fontosnak tartom. Enélkül továbbra is ott fognak tartani az emberek, hogy egy váratlan baleset esetén nem csak anyagi egzisztencelés, hanem rengeteg egyéb problémával fognak szembesülni, hiszen amikor valaki heteken vagy hónapokon keresztül rehabilitációt tölti éppen kórházban vagy otthon, ez nem csak azt jelenti, hogy kiesik a munkából és mondjuk alacsonyabb jövedelmet fog kapni, vagy éppen a másod harmad negyed állásait nem tudja ellátni, ezért a bevételi forrásai ezek lapadnak, hanem egy-egy ilyen baleset rengeteg többletköltséget is indukál. Gyógyszerek, kötszerek, utazási költségek, stb. stb. ápolási tehát ezzel számolni kell, és a magyar családok nagy részének nincsenek olyan tartalékai, amelyek egy ilyen nem várt balesetnél hónapokra elégséges anyagi fedezetet nyújtsanak. Nagyon elgondolkodott számomra, amit te is mondasz a felelőssége kapcsolatosan, hiszen én is ugyanezt tapasztalom, meg szerintem nagyon sokan tapasztaljuk azt, hogy igen, nagy a felelőtlenség az ember, magyar társadalomban, és ez eléggé szomorú. Mit kellene annak érdekében tenni, hogy az emberek komolyan vegyék a másik embertársokat? Én úgy gondolom, hogy alapvető fontosság, hogy embertársaink felé alázatot, tiszteletet, előzőkénységet kell mutatni. Nem, nem csak mi létezünk, hanem létezik egy másik ember is, és főleg akár a közlekedést veszük alapul, akár a, a szabadidőknek az eltöltését, akár otthon, amikor egy család föl mondjuk fölmászik a létrára, hogy kicserélje mondjuk a villanyéget, az is egy felőtlen gondolkodás, ha mondjuk nem biztonságosan tesz ezt mondjuk papucs vagy Papucsnik, vagy mondjuk eltört létrafokra akar rálépni. Most mondok egy példát, ami, ami, ami más is lehet. De én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagyon elgondolkodható az, ami itt a felelősséggel kapcsolatosan már több alkalommal a Teszádból is elhangzik. Szerinted mit kellene tenni annak érdekében, hogy emberek komolyabban vegyék saját magukat és embertársukat is? Hát ez nagyon jó kérdés. Először is szerintem mindenkinek magában kellene néznie és végig gondolni azt, hogy milyen felelősséggel tartozik egy is saját maga, másrészt családja, vagy közvetlen környezete irányába. E, nyilvánvalóan egy-egy munka, vagy bármilyen e, szabadidős tevékenység elkezdésekor a megfelelő eszközökkel, megfelelő körültekintéssel végezze ezeket a feladatokat, de legfőképpen legyen annak tudatában, hogy baleset vele is megtörténhet. Készüljön fel rá! hogy mit tud tenni ebben a szituációban, és tegyen meg olyan megelőző intézkedéseket, lépéseket, például előre gondolkodjon egy megfelelő anyagi fedezetet biztosító öngondoskodás megkötéséről, ami egy ilyen balesetben elsődleges segítséget fog számára jelenteni. Egyébként, ha megkérdezhetem személy szerint, és is ismersz olyan bajba jutott embereket, akik a baj következtében másféle módon kell, hogy tovább éljék az életüket? Hát sajnos az elmúlt években rengeteg ilyen baleseti sérültel találkoztam személyesen is. Mindegyikben egy közös volt. Mindenki azt gondolta, hogy vele soha nem fog megtörténni ez a baleseti szituáció, de mégis megtörtént, és ilyenkor viszont nagyon sokan fogták a fejüket, hogy miért nem gondolkoztak erről, mert bizony elég sokan voltak közülük, akik saját hibájukból kerültek egy baleseti helyzetbe. Tehát sajnos sok ilyen sérültel találkoztam. És az is közös volt mindegyikükben, hogy amikor megtörtént, és tudatára ébredtek annak, hogy velük megtörtént ez a baleseti helyzet, és ez a kár érte őket, egészségügyileg is, vagy minden szempontból mondhatnám, egyből elgondolkoztak azon, hogy milyen megoldásokat találhatnának, hogyha ne adj Isten még egyszer bekövetkezik, akkor már ne kerüljenek ebbe a helyzetbe. Hogyan látod, mint szakember, ezek az emberek mit szeretnének? Sajnálatot, megértést, segítséget a társadalomtól. Hát nyilván azt szeretnék, hogyha meg nem történt, tudnák tenni a balesetet, de sajnos erre nincs lehetőség. Elsődlegesen ezek az emberek azt szeretnék, hogy a családjuk vagy a saját maguk életmódja a lehető legkevesebb változást szenvedje el a baleset miatt. Nyilván ehhez viszont kellenének azok a korábban felelősen végig gondolt öngondoskodások, vagy kellenének azok a jogi szakemberek bevonásával elérhető kártérítési összegek, amelyek egy ilyen vétlen esetben, e, szenvedett kár esetén elérhetőek. Társa bajban, hogyan jött létre az Egyesület? Mi volt az a motiváció, az az indítatás, ami elindította benned azt a folyamatot, hogy lett egy Egyesület, ami a bajba jutott embereknek nyújt segítséget? Hát maga az Egyesület is többféle társadalmi igény alapján jött létre nyilván, mivel elég hosszú ideje dolgozom biztosítási kárrendezési területen, megérintett maga ez az egész kérdéskör, és láttam azt is, hogy a személyi sérültek terület egy teljesen sajátos, speciális elbánást és szaktudást igényel. Nem lehet semmilyen szinten összefüggésbe hozni egy lakáskárral vagy egy gépjárműkárral. Itt az érték alkotó, értékteremtő emberről beszélünk, aki egy és pótolhatatlan, tehát egészen más elbírálás, egészen más érdekvédelemre van szükség. Nyilván ez volt az egyik olyan dolog, amelyben úgy gondoltuk, hogy a meglévő tudásunkkal, tapasztalatunkkal, kapcsolatrendszerünkkel tudunk, akarunk és szeretnénk is segíteni az embereknek. A másik, a már korábban említett társadalmi tudatformálás volt, hogy megpróbáljuk elhitetni az emberekkel, hogy lehet felelősen gondolkozni, lehet erőlerátóan állni egy baleseti helyzethez. Nagyon jó, ha nem fog bekövetkezni, örülni fog mindenki ennek a helyzetnek. De ha ne Isten bekövetkezik, akkor legalább van mihez nyúlunk. Ebben próbálunk meg alternatívákat mutatni az emberek számára. Megfizethető alternatívákat természetesen. Harmadik fontos feladat, amiért létrejöttünk, hogy szeretnénk azt a fajta személyisérüléses kárrendezési kultúrát meghonosítani, amely nincs jelen Magyarországon. Magyarországon azt látjuk, hogy van egy olyan szűk jogi ügyvédi kör, amely megpróbálja ezeket a baleseti személyisérülteket ellátni megfelelő jogi védelemmel. De azt is látjuk, hogy e, e, itt ennél sokkal többre van szükség, mint amit ezek az ügyvédek vagy jogászok tudnak nyújtani. Sajnos azt kell, hogy mondjam, sok esetben azt is látjuk, hogy egy károsult azért választ XY vagy Z jogi e, képviselőt, mert az nagyobb kártérítés összeget mondott neki, mint a másik. E, és ez azt gondoljuk, hogy rossz irányba viszi egyébként a magát a kárrendezési kultúrát is korrekt kártérítési összegeket kell mondani a károsultaknak, az, ami védhető, felelősen vállalható, és ez azért is fontos, mert azokat a biztosítókat vagy munkaadókat, akik majd a kártérítést meg kell, hogy fizessék, azokat egy korrekt és a valósághoz közelebb álló kártérítés összege sokkal inkább partnerként lehet majd kezelni, mint egy légből kapott nagy számmal esetleg elrontani magát az egész kárrendezési folyamatot. Ebben is azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepet próbálunk vállalni, hogy egy olyan korrekt, transzparens és mindenki által vállalható kártérítési folyamatot próbálunk itt a magyar társadalom vagy a személyisérültek számára elérhetővé tenni, ami eddig nem volt jelen Magyarországon. Mennyire van fogadókészség az irányelvek iránt társadalom azon tagjai részéről, akikre, akiknek szüksége van a külső segítségre, amit kínáltok? Van fogadókészség, nyilván nagyon fontos feladatunk, és áldásul egy ilyen induló egyesületnél, hiszen alig két éve működünk, hogy minél több helyre eljutassuk azt az információt, hogy vagyunk, létezünk, megtaláltak vagyunk online, offline, tanácsadóinkon keresztül. Ma már mondhatom, hogy tucatnyi kórház traumatológia osztályán ott vannak a szóróanyagaink, plakátaink. Hál' Istennek egyre több helyen szerepelhetünk, és vihetjük annak a hírét, információt, hogy van egy társadalmi szervezet, akihez lehet fordulni díjmentes tanács Érdekképviseletért, rehabilitációs segítségért és egyéb más személyisérülteket támogató lehetőségekért. Egyébként egy olyan ember, aki bajba kerül önmaga hibáján kívül, de nem rendelkezik adott esetben megfelelő biztosítási háttérrel, az ő számára is lehet segítséget adni. Most ebben nem akar, ezt csak szeretném elérni, hogy ne az emberek biztosítást, mert nem ez a célunk. Pontosan az a célunk, hogy az emberek vegyék komolyan a saját életüket. De adott esetben valakit önhibáján kívül ér baleset, őt is megilleti egy bizonyos mértékű, ha megfelelően bizonyított a cselekmény, akkor őt is megillet egy megfelelő mértékű anyagi kártalanítás a károkozó részéről? Természetesen. ezt ez ez sokan az nem az tudják. Ez az egyik legfontosabb. Azt az információt eljutatni az átlagemberekhez és az emberek minél szélesebb rétegéhez, hogy valóban, hogyha valaki vétlen károsulként szenved egy balesetet, és a másik oldalon ott van egy károkozó, a károkozó mögött, ha éppen közúti közlekedési balesetről beszélünk, ott van egy gépjármű felelősségbiztosító, egy munkai balesetnél ott van egy munkaadó, a munkaadó mögött azt gondoljuk, hogy egy felelős munkaadó rendelkezik munkátatói felelősségbiztosításra, tehát szintén ott áll egy megfelelő biztosító. Itt, itt de ez a szavunkat, bocsánat, de tudjuk nagyon jól, hogy a munkadok részéről ez nagyon-nagyon elenyésző. E, igen, ebben igazad van, hogy ez elenyésző. Sajnos, sajnos. E, Ebben is próbálunk meg nyilván valamiféle tudatformálás, de egy kicsit nehezebb a munkaadókhoz eljutatni azt az üzenetet, információt, hogy akár éves pár tízezer forintért meg tudják oldani azt a fajta biztonságát saját maguk és munkavállalóik részére, hogy egy nem várt munkai balesetnél ne a cég működése kerüljön veszélybe, vagy ne kelljen éppen a munka vállalót olyan szituációba hozni, hogy ő álljon el a kárigénytől, és ne próbálja meg a jogos kárát érvényesíteni. Ez meg egy külön lesz, vagy külön műsorban ne kell a témával foglalkozni, de adott esetben egy ilyen balesetet szenvedett, bajba jutott ember is kaphat anyagi támogatást, tehát nem kell neki elszomorkodnia, ha nem, nem ő az okozó, hanem ő csak elszenvedett. Természetesen, ezeknek a vétlen károsultaknak jár az anyagi kártérítés, ma ezt már úgy hívják, hogy díj. Tehát ezek járnak ezeknek a károsultaknak, ebben is tud az Egyesületünk a külső kizárólag személyisérülcses ügyekkel foglalkozó jogi hátterén keresztül országosan segítséget nyújtani. Igen, ezt el kell jutatni az információt az emberekhez, hogy foglalkozzanak ezzel. És nagyon azért is fontos erről beszélnünk, mert ezeknek a baleseteknek legyen közúti közlekedési vagy munkai, elévülési idejeik vannak három és öt év. Tehát, hogyha valakivel mondjuk két-három évvel ezelőtt történt egy ilyen baleset, de még eddig nem tudott foglalkozni vele, vagy nem tudta, hogy egyáltalán neki jár ilyen kártérítés, érdemes esetleg hozzánk fordulnia, megvizsgáljuk díjmentesen az ügyét, és amennyiben van rá lehetőség, hogy kártérítés kapjon, egészen biztos lett benne, hogy mi próbálunk ebben segíteni. Hogyan értékeled az elmúlt kettő évet? Milyen eredményeket tudtatok elérni? Nagyon szép eredményeket értünk el, azt gondolom. Több ö, olyan találkozót is szerveztünk ö, balesetben sérült, mozgásukban korlátozott embereknek, amelyel egyrészt a társadalomban való integrációjukat, ö, munkahely ö, megszerzéséhez, kommunikációs segítséget, vagy éppen tartottunk olyan látványos szabadtéri rendezvényt ö, élsportolók bevonásával, ahol próbáltuk ö, ennek a, a társadalomnak, tehát a baleseti sérültek, mozgásukban korlátozott emberekre felhívni a figyelmet, hogy ők is ugyanolyan értékes és fontos tagjai a társadalomnak és rájuk is ugyanúgy lehet építeni, számítani, hiszen rengeteg területen lehet őket munkában is alkalmazni. Tehát nagyon sok olyan eh, látványos eh, és eh, társadalmilag is fontos területen próbáltunk már megmutatni eh, magunkat, eh, létezésünket, amire eh, azt gondoljuk, hogy eh, büszkék lehetünk nem még ezt másfél percünk maradt hátra. Elmítetted az előbb, hogy pár ezer forint per hóért már lehet gyakorlatilag egy megfelelő biztosítással is rendelkezni, illetve azt is elmítetted még mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy pártló tagja is lehetnek a társadalmi bajban egyesületnek. Beszélni erről a két dologról, pár ezer forintról, ez hogy kapcsolódik meg a e, ahogy beszéltem tesznek. az elején arról, hogy szeretnénk ezt a társadalmi tudatformálást, mi nem elégszünk meg azzal, hogy csak lózunkokén beszéljünk erről a kérdésről, Létrehoztunk egy olyan pártoló lehetőséget, amely egy nagyon komoly több mint 20 millió forintos balesetbiztosítás, amely egész világra napi 24 órára szól, egy baleseti helyszínelő és online non-stop igénybevető szolgáltatás, különböző gyógyászati és rehabilitációs segédeszköz kedvezményes vásárlási lehetőségek vannak benne. Hát létrehoztunk egy olyan tagsági lehetőséget, ahol az emberek ezen havi ezer forint ellenében nem csak, hogy azt érezhetik, hogy támogatják a baleseti sérülteket, hanem saját maguk számára is megvásároltak egy olyan felelős öngondoskodást, amelyben egy nem várt balesetnél tudnak mire támaszkodni. Szóli, mit tudnál üzenni a tisztelt televízió nézőknek? Maradt 20 másodpercünk. Hát azt tudnám üzenni, hogy figyelmesen éljenek, közlekedjenek, mozogjanak, és próbáljanak előrelátóan felelősen gondolkozni, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor, hol és kit fog baleset érni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját munkra is, hogy ne legyen áldozat. A műsor támogatta a PTB Pajs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza. A műsort a Max Taxi támogatta. Télen-nyáron mindig jó áron. Max Taxi.